Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindnyájukat. Nekünk már nem új, hogy Jézus szenvedésével foglalkozunk nagybőzi szent időben. És a történelem folyamán nagyon sok ember számára ez nagyon sokat jelentett a saját szenvedésének megértésében, mások szenvedésének megélésében, megítélésében. Tessék csak a művészekre gondolni, hogy hány művészeti ágban milyen sok embert érintett meg az Úr Jézus szenvedésének az élménye, amiből valamennyi részt ő maga is kapott, megélt, átélt, átelmélkedett, átreszketett, átszenvedett. És ahhoz, hogy ez igazán érthető legyen, újra visszaidézzük magunk elé a Szentírás alapján azokat az eseményeket, amelyek az Úr Jézussal történtek. Mindez értünk történt, az Úr Jézus így fogalmazta meg az ő cselekedetének értelmét: az Atya felé nekem mindennapi eledelem, hogy Atyám akaratát cselekedjem, és mindnyájunk felé senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Így fogadjuk el ezt a mai emlékezést, folytassuk majd az egyéni emlékezésünkkel, az emlékezés vezessen a hálaadáshoz, a hálaadás pedig segítsen mindnyájunkat a saját keresztünk hordozásában Krisztusi példa szerint, és jelentse mindnyájunk számára azt az örök élet ajándékát, amelyet az Úr Jézus megszerzett, nekünk ajándékozott, és ahová valamennyünket meghívott. Így legyen áldott és szép ez az emlékezés, így adjon bátorságot, reménységet, kitartást, és mindnyájunk számára sok-sok szeretetet Isten és egymás iránt. Így köszöntöm mindnyájukat most a passió elején. Isten hozott mindenkit. Mendörgő Sínai hegyen. Mindki sorsát újra kezdi tiszta lélekkel, bűntelen. Mert élnek ma is a parancsok szívünkbe, kőtáblába vésve. Ne ölj, és ne alázd az embert. Testvérként tekints a testvérre. Mert élnek ma is a parancsok, melyeket egyszer számon kérnek. Emeld a fénybe Isten arcod, hisz tied az örök élet. Béke veled, János! Béke veled is, testvérem! Mi történt este? Sikerült halat fognotok? Ne is kérdezd! Egész éjjel kim voltunk és fáradoztunk.
de megint nem fogtunk semmit. Én nem tudom, mi lesz így. Miből fogom így eltartani a családomat? Csak dolgozunk, de nincs értelme semminek. Olyan kilátástalan az életünk. Veled történt valami? Tudsz valami jó hírrel szolgálni? Én már csak napok óta a szétszakadt hálóimat javítgatom. De várj, mégiscsak van itt valami. Azt mondták, városunkba érkezett, és itt a parton tanít a názáreti Jézus, akit messiásként emlegetnek. Tanít igazságról, szeretetről, Istenről beszél. Ő lehet a mi reménység. Ugyan már, János, hogy segíthetne ő nekünk? Ő nem tud csodát tenni, ő nem tud halakat adni a hálóba. Miért foglalkozna egyáltalán velünk? Barátom, mondd, mivel foglalatoskodsz? Halat próbáltam éppen fogni. Megengeded, hogy csatlakozzak? Miért is ne? Gyere! Ezért mondom nektek, ne aggódjatok megélhetésetek miatt, hogy mit esztek, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. A lélek több, mint az eledel, s a test több, mint a ruha. Vegyetek példát a madarakról,
nem vetnek, nem aratnak, nincs pincéjük, nincs kamrájuk, s az Isten táplálja őket. Mennyivel többet értek ti, mint ezek a madarak? Vésétek szívetekbe, és őrizzétek. De hát miért mondod ezeket nekünk? Evezz a mélyre, és vesd ki a hálót ott. Egész éjjel fáradoztunk, de nem fogtunk semmit. De a te szavadra kivetem a hálót. Csoda történt! János, csoda történt! Gyere gyorsan, nézd mennyi hal! Csoda. Mi történt? Csoda történt! Hogyan lehetséges ez? Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Jöjj és kövess engem. János, gyere, kövessük őt. Jeruzsálem felett a nap megállt, meghökkenve földi fénytől vakon. Pálmák bókolnak, lombeső hull, s könyharmatoz hosszú szakállakon. A nap csak ámul, szemének se hisz, és keresi, kit ünnepel a nép, s nem lát mást, csak egy szelíd alakot, s egy szavarat, mely gondolkodva lép. Nincs pompa, nincs ékes királyi dísz, s ki rajta ül, koltusnak beillene. Szemében könny, szívének fáj az ünnep, s mellére hajlik bánatos feje. De mégis Isten, kit csoda kísér, melynek hasonlót a nap sose lát, hogy úgy fogadjon egy koldust a nép, mint diadalmas hadvezért s királyt. Hozsanna, 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 hozsanna Izrael királya, hozsanna, 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 itt jön ki a népet megváltja. Hozsanna, 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 hozsanna Izrael királya, hozsanna, 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 véget ér a népünk rabsága. Hozsanna, 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 hozsanna Izrael királya, hozsanna, 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 a népünk országa. Ó, milyen csodálatos ez a nap, Jeruzsálem hódol a mesternek. Én tudtam, eljön ez a pillanat, és felismerik őt az emberek. Oh, mennyit virágulnak most te át, felragyognak végre a csillagok. Én tudtam, érdemes volt várni rá, mert éreztem, hogy ő benne bírhatok. Oh, milyen csodálatos ez a nap, Jeruzsálem hódol a mesternek. Még tudtuk, eljön ez a pillanat, az emberek. Nem kell az életembe semmi más, nélküle már semmit sem érek én. Ó, de érzem, boldog most az életem, egy új világot lát a kézzelé. Ó, milyen csodálatos ez a nap, ez a boldog a mesternek. Mi tudtuk, eljön ez a pillanat, és felismerik őt az emberek. Hozsanna, 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 hozsanna Izrael királya, hozsanna, 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 itt jön ki a nép.
Virágesővel fogadták az emberfiát, eléje terítették felső ruháikat, s hozsannát kiáltottak. Az embernek fia pedig nem felhőkön ült, hanem szamárnak vemhén. A ruhája egyszerű volt, majdnem szegényes, s az arca sem a hódítók büszke kifejezését hordta magán. Szelíd volt az is, mint egy juhai után járó pásztoré. Nagy haditerveken sem gondolkozott, melyekkel a római légiókat bocsékká verje, hanem inkább a holnap járt az eszében, amikor majd meg fogja mondani ennek a hozsannázó sokaságnak, hogy az ő országa nem e világból való, hogy a római elnyomás ellen nem akart élessége, hanem a lélek ereje az egyedüli fegyver, és hogy amiért ő idejött, az nem csatáknak indítása, hanem békének hirdetése fog lenni. Tudom, hol van az, akit régóta kerestek, a kezedre adom. Miért árulod elő? Ennyit ér a barátsága? Nem az, akinek gondoltam. És mit kérsz tőlem cserébe? Fizetni akarsz. 30 ezüst az ár. Rendben. Hol találjuk? A Getsemáni kertben. Az olajfák hegyén. Mindig ott tölti az éjszakát. Oda vezetlek, amikor eljön az ideje. És onnan tudjuk, hogy melyikük az? Akit megcsókolok, az Jézus. Péter és János, menjetek és készítsétek el a húsvéti bárányt, hogy ma este elfogyaszthassuk. Mester, hol akarod, hogy elfogyasszuk? Ha bementek a városba, találkoztuk egy emberrel, aki vizes korsót visz. Ő mutat majd nektek egy nagy emeleti termet berendezve. Én addig összehívom a többieket. Világosság legyek, hogy mindaz, aki hisz bennem sötétségben, ne maradjon. Ha pedig valaki hallja az én igéimet, de nem tartja meg, azt nem ítélem el, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem azt. Thank you.
Uram, mit csinálsz? Te akarod megmosni az én lábamat? Amit teszek, azt most nem érted, de majd később meg fogod érteni. Az én lábamat meg nem mosod soha. Ha nem moslak meg, nem lesz részed velem. Uram, kérlek akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Aki megfürdött, annak elég, ha csak a lábát mossák meg, és akkor egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Leszállt az éj a városra, kigyúlnak apró mécsek. Rab szabadságát álmodja, a szabadra les már a végzet. Szorul a hurok, készen áll a hóhér és az áldozat. Most utoljára vacsorál együtt egy lelkes kis csapat. Búcsúzik tőlük a mester. Vacsorát oszt, lábukat mossa, példát mutat még egyszer. Zuhannak aztán álomba. Éber csak két feszült ember. Áldozat és árulója. Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvednék. Mert mondom nektek, többé nem eszem belőle, és nem iszom a szőlő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. Mert bizony mondom nektek, egy közületek elárul engem. Ura, ki az? Az, akinek a bemártott kenyérdarabot nyújtom. Amit teszel, tedd meg gyorsan. Most dicsőült meg az emberfia, és benne megdicsőült az Isten. Vegyétek, és egyetek ebből, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségé, mely sokakért kiontatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Barátaim, már csak egy kis ideig vagyok veletek. Keresni fogtok, de azt, amit a zsidóknak mondtam, most nektek is mondom. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogyha szeretettel vagytok egymás iránt. Elérkezett az idő. Péter és János, ti gyertek velem, a többiek most elmehetnek. Barátaim, ma éjszaka mind megbotránkoztok bennem, hiszen írva van, megverik a pásztort, szétszéled a nyáj. Uram, ne félj te attól, hogy egyedül maradsz.
Mert ha ők meglendülnének is a hitükben, az enyém nem csökken. Láttam dicsőségedet, és mindig hinni fogok benned. Hogy nem csökkennél meg te a hitben? Mikor még azt is fogod mondani, hogy nem ismersz engem? Különösen megpróbál téged a sátán, és úgy megrostál, mint a búzát. Ám én arra kértem atyámat, hogy a te hited el ne fogjon. Mester, hogy csökkenhetne meg a hitem, hiszen érzem, hogy meghalnék te érted. Bizony, mondom neked, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Ha meg kell, hogy halljak, akkor sem tagadlak meg soha. Megrendült a lelkem, ami rám vár, az minden ember számára megpróbáltatás. Emberként kell szembenéznem vele, hogy teljesítsem a küldetésemet. Ne féljetek, semmi gonosz nem érhet benneteket. Vigyázzatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. Getsemáné lombjai már föléje borultak. Megcsillan fehérsége az egyetlen útnak. A golgotai ösvény, mintha csillagfénybe veszne. A fájdalmakon túl más hazába vezetne. Úgy volt szívében együtt a kín és a hálaének himnusz. Egyszerre zendült arcán, s a lelke vérezett. Atyám, tudod, hogy a rám váró iszonyú kínokat és halált az én erőtlen emberi természetem el nem viselheti. Én ugyan kész vagyok igazságodnak eleget tenni, ám a számomra lehetetlennek látszik, hogy így iszonyú és gyalázatos halállal halljak. Kérlek, ments meg egy gyalázattól. Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem a pohár. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Téged hívlak és könyörögtem. Atyám, kérlek, most segíts nekem, mert ha meglátod, hogy kábultam, bámultalak, felragyog majd a nap. Készül a pusztulásra minden a világon, engem csak te menthetsz meg. Hol vagyok otthon, nem tudom, de ha fáradt leszek és elbukom, simítsd le arcomról a rémálmok ólomporát, az éjjelt virrazd át. Készül a pusztulásra minden a világon, engem csak te menthetsz meg, mert én benned virágzom. Hírül hozom neked, ha addig élek is, az én nevem mindig ez volt igazi, örök április. Készül a pusztulásra
minden a világon, engem csak te menthetsz meg, mert én benned virágzom, hírül hozom neked, ha addig élek is. Az én nevem mindig ez volt, igazi, örök április. Ezer kétség, árulás éjjele. Mire mentél csodával? Igével? Nézd az embert, csak önzését menti. Pehelyként száll, nem tarthatja semmi. Felviszlek a tagadás hegyére. Nyolc boldogság, kinek ígérte? 12-ből lásd, csak egy van ébred. Ki elárul? A többi alszik mélyen. Mivel ez volt, hiába valóság. Te mentenéd meg az ember sorsát, világ előtt, mint egy fényes oszlop, szabad pára, mely mostanra szerte fosztott. Elkezdődik a finálé Jézus, és te nem kapsz kegyelmet az atyától. Azt akarja, hogy keresztül menj minden fájdalmas szenvedésen. Legyen meg az akarata. Az akarata azt akarja, hogy kicsúfoljanak, leköpdössenek, kinevessenek, elítéljenek, megkorbácsoljanak, végig mozduljanak az utcákon és keresztre feszítsenek. Nem tudod még, milyen az, amikor a korbács a húsodba vág. Nem érezted még a szögek fájdalmát a tenyeredben. Nem tudod, milyen a kínszenvedés, ami órákig tart, amikor a saját tested súlya összenyomja a tüdőn, és megfulladsz. De lassan, és teljesen, teljesen egyedül leszel. Az apostolaid elfutnak, amint Júdás megjelenik. Te is tudod, hogy így lesz, és mindez hiába. Nem, nem hiába. Az Isten általam mutatja meg a szeretetét. Isten? Milyen Isten? Miféle szeretetet Jézus? Háborúk lesznek a földön. Az emberek a hatalomért bármit megtesznek. Harcolnak és meggyilkolják egymást. Eltapossák a kicsinyeket és a gyengéket, hogy vagyonukat növeljék. Éhínség, szegénység és nyomorul alkodik majd a legtöbb helyen. Az emberek becsapják és kihasználják egymást, hogy önzésükben fürdőzzenek. Lelki válság üti majd fel a fejét. A báránykáid nem hisznek majd semmiben. Elfordulnak egymástól, és tőled is elfordulnak. Nem számít, hogy mit tennél értük meg. Nem tudnak úgy élni, és nem tudnak úgy szeretni, ahogy tanítottad nekik. Kinevetik majd azt, aki tettekre akarja váltani igazságodat. A saját érdekeik szerint élnek. Nem veszik észre, hogy ezzel önmagukat és egymást is pusztítják. Családok és közösségek szakadnak szét. Emberek depresszióba esnek, és öngyilkosok lesznek. És te ezért akarsz meghalni? Hiszen te ezt megakadályozhatod. Felejtsd el a keresztet, ahová várnak. Minek kínhalált halni, amikor uralkodhatsz? Tedd paradicsommá a földet. Ne legyen éhezés, szenvedés, háború. Megteheted. Hatalmadban áll. Nem. Nem tehetem. Nem ez Isten akarata. Isten nem akar véget vetni a szegénységnek, a szenvedésnek, a háborúnak. Hát milyen Isten ez? Olyan, aki annyira szereti az embereket, hogy odaadja értük egyszülött fiát. Nem azért teremtette őt, hogy a diktátoruk legyen. Lehetőséget adott, hogy válasszanak jó és rossz közül. És
csak ezt választják. Igen. Megbocsájtok. Nem érdekel a megbocsátásod. Nézd, már jön is Júdás a katonákkal. Jézus, én nem kérem, hogy hódolj előttem. Én csak jót akarok neked. Mondd meg az atyának, hogy nem akarod meghozni ezt az áldozatot. Szólj neki és menj haza. Menj haza most biztonságban. Nem fog változni semmi. Az emberek megváltoznak. Ne hajj meg hiába. Kár meghalni egyedül. Nem vagyok egyedül. Velem van az atya. Minden csak hiába valóság. Nem. Az emberek szívének örök üdvösségért halok meg, amit az atya életre hívott. Az emberek fényessé teszik újra a képét, s akik keresni fogják, megtalálnak engem, hogy erősítsem a hitüket és a szeretetüket. Íme, elérkezett az óra, és az embernek fia a bűnösöknek elárultatik. Keljetek fel, közel van már az, aki elárul engem. Kerestek. Én vagyok. Még egyszer kérdem, kit kerestek? Mondta már, hogy én vagyok. Ezért ha egyen kerestetek, fogjatok el, láncoljatok meg, cselekedjetek, amit akartok, mert ez az ti órátok és a sötétségnek ereje. Barátom, mondd, miért jöttél? Köszönj, mester! Júdás, csókkal árulod el az ember fiát! Péter! Tedd le! Karddal él, kard által hal. Tedd le! Hát itt vagy, lázító. Régóta bosszantasz minket. Azt gondoltad, hogy megúszod, amit rajtunk elkövettél?
Nem. A te gonoszságodnak vége szakad, kevésségedet pedig megalázik. De mondd csak, ki adott neked hatalmat a népek tanítására? Nem tudod, hogy az egyházi tanács engedélye nélkül senkinek sem szabad tanítani? És egyáltalán miféle tudományokra oktatsz te másokat? Talán második Mózes vagy Illés vagy, hogy tanítványokat tartasz és a népeket hitegeted? Adj számot gonoszságaidról, mert engemet illet, mint az egyházi tanács fejedelmét, hogy kérdezzem. Nyíltan tanítottam a templomban és a zsinagógában, ahol a zsidók összeszoktak gyűlni. Ne engem kérdezz tehát, hanem kérdezz azokat, akik hallották tanításaimat. Ha bebizonyosodik, hogy hamisan tanítottam, akkor én magamat is bűnösnek vallom. Ezért kérdezz hát azokat, akik itt állnak. Így fel! Ha rosszat szóltam, mondd meg, mi volt rossz, de ha igazat, miért ütsz engem? Szóljatok Kaifásnak, mert ő volt az, aki azt a tanácsot adta, hogy inkább kell egy embernek elpusztulnia, mint hogy az egész nép elvesszen. Látjátok! Megfogtuk azt a hitegetőt! Elhívotta! Itt a kis proféta, aki savakat állított! Világosságra jött áldogsága, melynek jutalmát most megkapja! Kezünkre akadtál már egyszer, hitegető! Régóta vártuk már, hogy gonoszságaidat tenni megszűnj, de hova tovább kíméltünk, annál nagyobb háborgásokat okoztál a nép körében. Ezért kellett téged éjjel elfognunk. Slám! Mennyi ember elkísért? Ezek vagy mind a tanítványai? Halljuk, emberek! Mik a vétségei? Mivel vádoljátok? Helyes! Halljuk őket! Mit felelsz ezekre a vádakra, amiket ellenet hoztak? Nem hallott talán? Mit gondolsz te, ájtatos léle? Kényszerítelek téged, az élő Istenre! Mondd meg, ha te vagy Isten fia! Én vagyok, és látni fogjátok az ember fiát a hatalom erejének teljében. Isten káromlás! Minek keresünk több bizonságot? Magatok hallottátok a káromkodást? Ó, rettenetes, soha nem hallott káromkodás! Mit ítéltek? Mit tegyünk azzal a gonosz emberrel, aki Isten fiának meri mondani magát? Vigyétek Pilátus elé, ítélkezzen ő felette! Sem láttam őt. Péter vagy! Jézus egyik tanítványa! Téved, hagyjál, nem ismerem azt az embert! Téved, átszokok, hagyjatok, nem ismerem őt! De ránézett vissza, a pillantás között áthasít, s a kételj fölött Péter áll. A szikla. Hát megért. Aki tegnap még tanítványa voltam, ki vagyok ma? Érdemtelen.
kétségek gyötörnek, ezzel elkésdél. Takarodj innen, fogd a pénzed is. Nem kell a pénzetek! És Annáshoz, majd most Pilátushoz vonszolták, mint egy bűnözőt, és ott fogják elítélni. Ó, drága szülöttem, drága gyermekem! Bár veled együtt szenvedhetnék, miért nem mentem veled én is? Legalább engemet is elfogtak volna. Akkor legalább most vigasztalhatnálak. János, tartok tőle, nehogy a zsidók előmedőjék, fiamat nincsen, hogy felhíradjon. Kérlek, gyere velem a városba! Ha ezt akarod, indulni.
Pilátus, eléd hoztuk a gonosztevőt, a názáretiét. Mivel vádoljátok ezt az embert? Nem hoztuk volna színed elé, ha nem lenne gonosztevő. Nos hát? Nem hallotta! A népet kivegeti! A császárhoz való adózást tiltja! Önmagát királynak nevezi! Hát a bűnösnek tartjátok! Miért nem a ti törvényetek szerint ítélkeztek felette? A mi törvényeink nem engedik, hogy bárkit is halálra ítéljük. Pedig miért a halálra? Halálra, igaz? Halálra! Csönd! Nem hallod, hogy mivel vádolnak ezek itt téged? Csak azt felejtik el, hogy itt én vagyok a törvény. A te szabadra én teszek pecsétet. Jól jegyezd meg, mit mondasz. Mert ha ezt meg nem érted, meg kell hallod. Az én országom nem e világból való, mert ha én földi király volnék, minden bizonnyal szolgáim megvédenének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. Tehát akkor király vagy? Te mondod, hogy király vagyok. Azért jöttem a világba, hogy az igazságról bizonyságot tegyek. Aki az igazságtól való, szereti a mennyeieket. Szavamat meghallgatja és tanításaimat megtartja. Mi az igazság? Ebben az emberben én semmi vétket nem találok. Micsodát? Te őben de vétket nem találsz. Holott gonoszabb ember nincs is nála a világon. Részegeskedő, káromkodó, hitegető, alattomban való szamaritánus, bűbájos és a sátán szolgálja. És fellázítja az egész népet, Galileától kezdve egészen Júdeáig. Ti adtátok őt a kezemre? Azzal, hogy felhergeli a népet, hogy lázítás szít ellenem? De én nem találom bűnösnek. És Heródes sem találta. És tudjátok jól, hogy ártatlanul én senkit nem ítélek halálra. Dehogy elég, de barátaim, hogy megnyugodjatok. Elvitetem, megbüntetem, és aztán elengedem. Nem elég! Halálra veled! De húsvétkor szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak. Kit bocsássak szabadon? Őt? A názáreti Jézust, a zsidók királyát? Vagy Barabást? Barabás! És mit csináljak a názáreti Jézussal? Elég! Megostoroztatom, vigyétek! Égverontó. Ez ő, a Messiás, Isten fia. Pilátus tétovázik, nincs segítség. Látom, hogy el fogják veszíteni. Meghal, mert emberi. Él, mert isteni. Egyik!
szenvedni. Inkább engem verjetek és gyalázzatok, mint drága fiamat! Nézzétek! Megostoroztattam! Ima az ember! Mit tegyek még vele? Mit akartok még? Feszítsd meg! Királyotokat feszítsen meg! A vesztőhelyre ti! Ha bűnösnek találjátok, feszítsétek ti keresztre! Én ebben a szerencsétlenben semmi vétket nem találok! Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiának nevezte magát. Ti királynak neveztétek őt, hát nézzetek rá! A királyság legkisebb jelét sem lehet rajta látni! Én nem találom őt bűnösnek! Pedig nem a halálra! Feszítsd meg! Az én kezemet! Az ő vére nem mocskolja be. Vigyétek! Szegény bolond, pedig csak álmodott. Csak álmodott egy létráról az égig. Csak álmodott ezeknél, tán szebben. Már szürkül fent a koponyák hegye. Vajon álmodik-e még a keresztem? Atyám, emlékezzél meg a te irgalmasságodról, és ne vessel szent orcád elől. Jeruzsálem, mit vétettem, hogy iszonyú, üldözölti, falai közül. Jeruzsálem leányai, nem miattam siránkozzatok, siránkozzatok magatok és ivadékaitok miatt. Mit tudom meg innen? Elj, hagyjál! 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 Hagyjál!
akkor felemelik a keresztet a poroszlók, és tompán megzördülnek a hosszú nagy szegek. Odalépett, szemében két csillag remegett, s az ostor izzó csókja szent vállain piroslott. A vöröslő fény világolt a koponyák hegyén, az égen torlódtak fekete fellegek, már víjogott a szél, a föld már reszketett, és recsegett a kárpit a templom rejtekén. A palota előtt kiáltozott rekedten a hullámzó tömeg, kis szegény emberek. A lét örök forgása egy percre megmerett, s némán egymásra néztek, Krisztus és a kereszt ketten. Nagy ismeretlen tűzzel a lét új titka rezgett, ama szemben és arcon, s a tövis koszorún. És karjait kitárta, szelíden, szomorún, és magához ölelte a rettentő keresztet. Szeretnék álmodni egy szebb holnapot, melyet szebbnek láthatok. Ó, szeretném, ha másképp élhetnénk, ha egymásra nyíltan nézhetnénk. Erre vágyom rég, ezért mindent megtennék. Erre vágyom rég, ó, 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 mondd, hol van a szó, ami elmondaná, amit érzek belül, miért hajt a vágy? Mondd, hol van a szó, ami nem kimondható, amit érzek belül, egy egyszerű, tiszta, őszinte szó. Szeretném azt hinni, hogy csodák vannak még, a szívekben felolvad a jég. Ó, szeretném, ha nem lenne hazugság, ha egymáshoz nyíltan szólhatnánk. Erre vágyom rég, ezért mindent megtennék, erre vágyom rég, ó, 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 mondd, hol van a szó, ami elmondaná, amit érzek belül, miért hajt a vágy? Hol van a szó, ami nem kimondható, amit érzek belül, egy egyszerű, tiszta, őszinte szó. Mondd, hol van a szó, ami elmondaná, amit érzek belül, miért hajt a vágy? Mondd, hol van a szó, ami nem kimondható, amit érzek belül, egy egyszerű, tiszta, őszinte szó.
Ti a templomot lerombolod és harmadnapra felépíted. Most miért nem szállsz le a keresztül? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Bár a bocsánatot meg nem érdemlik. Ha valóban Isten fia vagy, miért nem mented meg magad a haláltól? Mi azt, amit szenvedünk, bűneink által érdemeljük, de ez semmit sem vétett. Így hát nagyot vétkezel, ha káromlod. Uram, emlékezz meg rólam, ha majd országodba érkezel. Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Asszony, íme a fiad, János, íme az anyád. Szomjazom. Beteljesedett. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Golgotára ráborult a csend, kidobzott a gyilkos szenvedély, mely átszegezte Krisztus drága testét. A tömeglárma megszűnt, elpihent, és elmúlt a perc a nagy némaságban, és úgy érződött a kereszt előtt, hogy leroskadtak, kifáradva ottan a történelmet mozgató erők. A Krisztus meghalt, s a perc nem tudta még, hogy tragédia érte ott csak véget, vagy bölcsője a csend egy most induló történelem Krisztus nevétől hangzó beláthatatlan messzi idejének. Fent kereszten folyt a drága vér, a kereszt alatt sírt Mária,
és vele együtt sírt János a tanítvány, ahogy ő mondta nemrég előbb, anya és fia. Az emberek kigúnyolták őt, és elvetették. Megvetett volt ő, a fájdalmak férfia, a gyász ismerője. Megalázták, bántalmazták, de ő egy szót sem szólt. Én láttam vágyakozni, láttam teljesülni, láttam fölragyogni, és láttam elmerülni. Kínban és szenvedésben, láttam őt dicsőségben, láttam áldottan és láttam átkozottan. De most mindennek vége. Beteljesen. Ezt a véres fát én neveltem, a vasszöget én szegeltem. Jézusom, az én dárdám állt meg a szívem. Ő tudta. Ő azt akarta, hogy minden úgy történjen, ahogyan történt. Valójában mi ítéltük el őt.
és mi raktuk a vállára a nehéz keresztet. Noha sokan azt hitték, az Isten kínozza és gyötri őt, valójában ő a mi vétkeinkért bűntődött, a mi gonoszságunk miatt szenvedett, de az ő sebei által mi gyógyulunk meg, és születünk újjá. A kereszt titka nem az értelmetlen szenvedés, nem az élet vége, a halál, nem önfeladás, hanem szeretet, amellyel Isten közelít felénk. Nem büntetés volt, hanem szeretet, a legmagasabb. Jézusom, alázva és megtörten állok itt, a Szent Kereszt alatt. E könny legyen záloga, hogy mély hőn sírattalak. E könny tanulja szívemnek, hogy már híven szeret. Tedd te is szívedbe újra, és adj nekem itt örök helyet. Minden te vagy, és én nem látok semmi mást, örök hű mesterem, csak téged. Téged. Íme hát a kereszt. Az ember sajnos csak ezt ajándékozhatta az Istennek. Gyilkos emlékez, érzem, ahogy betemet, még most is látom a szemedet. Szénné marja a szívemet a fájdalom, bár a lelkem retteg, mégsem maradok veszteg. Most már végre tenni kéne, mert a szavak túl gyengék lettek. Uram, te mindent tudsz. Megtagadtalak, mégis szeretlek. Ő volt az, aki értelmet adott az életünknek, aki közénk jött, aki meggyógyított minket, aki csodát tett közöttünk, aki reménységgel és boldogsággal töltötte el a szívünket. Ő volt az, aki habár meg nem érdemeltük, meghalt érettünk a kereszten. Azon a kereszten, amelyet mi ácsoltunk neki. Mert mi voltunk azok, akik hallgattuk tanítását, de nem váltottuk azt tettekre. Mi voltunk azok, akik egyik nap dicsértük őt, másik nap ítélőszék elé húzoltuk. Mi voltunk azok, akik keresztre feszítettük. A mi bűneink tartsák össze ezt a keresztet. A mi önzőségünk és közönyünkből tevődik össze, fonódik össze a tövis koronája. A mi kis hitűségünkkel napról napra újból és újból szegeket verünk az ő kezébe és a szívébe. És ő mindezt tudta. Tudta, hogy így fog történni, hiszen megmondta, és mégis vállalta, érted? Vállalta, hogy elfogják, megalázzák, kigúnyolják, megverjék. Mindezt vállalta, érted? A súlyos keresztet, a nagy fájdalmakat vállalta, érted? A legnagyobb fájdalmak között is érted hullajtott könnyeket, érted imádkozott, és én tudom, hogy már akkor ott megbocsájtott. Hát nem látod, mekkora szükséged van a megbocsátásra? Döbbenetes, nem? Ilyen az igaz szeretet. Jön, nem várja meg, hogy mi menjünk hozzá. Ad, nem kapni akar. Ad, akkor is, ha nem érdemeljük meg.
Sokat tanultam ezen az éjszakán. Ma is hallom a szavait, aki ezt mondja. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek. Hogy adjak ott, ahol elvesznek. Hogy összekössek ott, ahol széthúznak. Uram, kérlek, segíts törekednem. Ne arra, hogy engem megértsenek, hanem hogy én megértsek. Ahol megbántanak, ott megbocsássak. Mert aki így ad, az kap. Aki elveszti életét, megtalálja azt. Aki meghal magának, fölébred az örök életre. Gondolkoztál-e már azon, hogy mit jelent számodra a kereszt? Mit jelent az, hogy valaki meghalt, érted? Elhiszed-e ezt? Megérint-e ez? Vagy már nagyon távol vagy tőle? Mindig az első lépést a legnehezebb megtenni mindenben. Mert ez fájdalmas dolog. Kimutatni az érzéseinket, kimondani, megfogalmazni egy gondolatot, változni, vagy változtatni, elengedni, vagy megölelni. Mindig az első lépést a legnehezebb megtenni. Ha megszokunk valamit, abból nem tudunk kilépni. Beletörődünk bűneinkbe, abba, hogy megbántanak, és mi megbántunk. Abba, hogy megaláznak, és mi megalázunk. Abba, hogy kihasználnak, és mi kihasználunk. Szép lassan fogyunk el. A hitünk, az időnk, a türelmünk, a szeretetünk. Így lesz belőlünk a mai modern, kiüresedett ember. Távol mindentől és mindenkitől. És ez furcsa, mert a megoldás végig ott volt a közeledben. Mondhatnám, a legközelebb hozzád. Mert valaki már megtette feléd az első lépést. Belépett az életedbe, átvállalta gondodat, terhedet, félelmeidet, megbocsátja bűneidet. Melléd áll, mert segíteni akar, hogy te is megtedd az első lépést. Vele élhetsz át egy igazán teljes életet. Szerethetsz, elfogadhatsz, megbocsáthatsz, boldog lehetsz. Az Isten szól, mert szeret. Az Isten hív, mert hazavár. Mindig hazavár. Most is hazavár. Ez a világ látszólag sokat ad, de ugyanannyit is elvesz. Összetör, megöl. De egy van, amit nem vehet el tőled. A lelkedet, a szívedet, az igaz értékeidet, amelyet Isten adott neked. A te felelősséged, hogy védd és irányítsd a szíved. Az légy, aki sose fél, ki a szívek melegét összegyűjti. Választott, ki a múltat magában oldja fel. Őrző, ki érti a hajnalt és tudja, ébredni kell. A hit mindenkié, de nem kell mindenkinek. Elveszteni nem lehet, csak lerázni magunkról. Miért nem kell, ha a tiéd lehet? Testvér, a hit mindenkié. Akart, hogy így legyen. Akart, hogy hitet neked is legyen. Nem találtál megoldást? Adok egyet. Itt a kereszt. Szorítsd és élj vele. Az Istenhez imádkozni kell.
De ahhoz, hogy elérj hozzá a partra, evezni is. Ahhoz, hogy eljussunk valahova, azért tenni kell, abban hinni kell. És hogy holnap milyen lesz az életed. Tied a vágy, a gondolat. Tied a sorsod, az életed. Szabad vagy. Választhatsz jó és rossz között. A döntés rajtad áll. De vigyázz, mert az élet gyorsabban véget ér, mint ahogy gondolnál. Kérlek, menj! Keresd meg azt, ami elveszett. Keresd meg a szívedben azt, aki legmélyen ott él benned. Aki mindezt, amit itt láttál, te érted, tette. Evezz a mélyre. Ne félj, tedd meg az első lépést felé. Kedves vendégeink! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat a szereplők nevében. Engedjék meg, hogy néhány perc erejéig bemutassam mindazokat, akik nélkül ez a ma este nem jöhetett volna létre. Fogadják őket szeretettel. A Patkaporos Táncegyüttes és a Félegyházi Táncszínház tagjai név szerint Beták Orsolya, Brimó Vidád, Dencs Krisztina, Kósa Dorottya, Kovács Klaudia, Mikus Rebeka, Nemcsok Anna, Pap Nóra, Takács Henrietta, Beták Barnabás, Dankó Dominik, Kovács Ádám, Kürti Gábor és Pap Máté. Az Ótemplom ifjúsági csoportjainak tagjai: Boldog Réka, Dorogi Ágnes, Keresztesi Gréta, Ganev Roland, Bogdán Katalin, Ódor Eszter, Tamási Renáta, Szabó Zsuzsi, Dongó Regina, Nemes Petra, Dencs Erika, Keserű Kitti, Ganev Roland és Tamási Krisztián. A katonák: Meleg Máté, Macák Bence, Barta Erik, Tóth Csaba, Ódor László és Kis Márton.
kísértő Bali Kinga. Júdás dr. Juhos Imre atya. Kaifás Combos Péter. Annás Tóth György. A proféta szerepében Kátai Tibor. Pilátus Besegergő Péter. János apostol Dora István. Péter apostol Dora Imre. A fájdalmas édesanyja Mária szerepében Tóth Renáta Bernadett. Jézus Nánási Tamás. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a zenekarnak, elsőként is Tar Sándornak, aki a darokat újra hangszerelte. A billentyűnél Solymosi Katát hallottam. A gitárnál Solymosi Bence. A doboknál Hegyi Bence. És aki a zenész csoportot összefogta, és nagyon kitartóan dolgozott velünk, nem más, mint Fekete Benő. A forgatókönyvet Dora István, Dora Imre és Jó Magam írtuk. Hang és fénytechnikát ezúton is köszönjük Takács Istvánnak, Kis Józsefnek és Csizmadia Máténak. És ebben az évben is, ahogy az elmúlt 5 alkalommal is, ez a darab nem jött volna létre anélkül az ember nélkül, akinek itt közöttünk talán a legnagyobb volt a hite, és aki megpróbált belőlünk csapatot alakítani, noha sokfélék vagyunk és sokfelől jövünk, sokféle gondokkal. Az az ember, aki mégis megpróbálta a lehetetlent, Kis Zoltán.
Ám nem csak nekünk jár a taps, hiszen nagyon sokan vannak azok, akik sokféle módon próbáltak minket segíteni. Elsősorban szeretném megköszönni mindannyiunk családjának, akik támaszt nyújtottak a nehezebb időszakokban, és hogy hosszú időn keresztül nélkülözték a mi otthoni jelenlétünket. Valamint szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik a darabban elhangzott zeneműveket és dalokat írták, név szerint Kovács Ákosnak, Svetlanovics Dusánnak és Presser Gábornak, a Kormorán zenekarnak és a Pokolgép zenekarnak. Emellett hálával tartozunk és köszönetet mondunk Talapka István plébános atyának és a Sarlós Boldogasszony plébánia valamennyi dolgozójának. Szeretnék köszönetet mondani Bangó Beáta Klára nővérnek, hogy beengedett minket ide a Konstantinum sportcentrumába, ezzel is segítette a munkánkat. Köszönjük a Petőfi Sándor Városi Könyvtárnak és Művelődési Központnak a segítségét, a hang- és fénytechnikát. Köszönjük a Kalocsa Belvárosi Plébániának és a Mosoly Ifjúsági Csoportnak, hogy egy kis időre nélkülöztek néhány jelmezüket. Köszönettel tartozunk még a Kiskun Múzeumnak, a Közgazdasági Szakközépiskolának, a Mezőgazdasági Szakközépiskolának, a Félegyházi Táncszínháznak és a Patkaporos Táncegyüttesnek. Köszönjük a Trió TV-nek a közreműködést. A dalok újrahangszerelését köszönjük Tars Sándornak. Néhány jelmezben hiány maradtunk, és ezek megvarrását köszönjük Tarjányiné Pádár Mariannának. Háttérfestményt köszönjük Fodor Zoltánnak. És végezetül a plakátokat és a plakáttervet Molnár Istvánnak köszönjük. Most már nincsen sok hátra. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a rendezvény támogatásához adományokat elfogadunk a bejáratnál. És mielőtt még elmennének, engedjenek meg egy gondolatot. Én azt kívánom mindannyiuknak, valamennyiünk, sőt mindannyiunk nevében, hogy a következő napokban a nagy hét fájdalmai és szenvedése után Krisztus békéje és a feltámadt Krisztus öröme költözzék a szívükbe, és ahogy Péter apostol is mondta, merjék megtenni az első lépést. Merjenek elmenni a kereszthez, megköszönni mindazt, amiük van, és hálát adni azért, hogy itt lehetnek, és hogy mi is itt lehettünk. Ezzel kívánok mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket, dicsértessék a Jézus Krisztus!